Na szép jó napot, itt vagyunk egy újabb vlog videóban. Igazából elég rég volt, itt vagyok még a ház előtt. Csak gondoltam kicsit, hogy most így félrehúzódok. Kaptam most egy kamerát egy egyik haveromtól, így kölcsönbe, úgyhogy köszönöm szépen Bálintnak. És most valami kis lazany, ilyen kis fanulós videót próbálok összedobni. Rég volt ilyen, nem tudom, hogy kell már csinálni, majd ahogy jön, akkor addig is. Csumi! Engem a barátaim cserbe hagytak, és nem jött senki 10-re fogastra. Itt van velem Máté. Itt várt minket fenn. Úgyhogy akkor Mátéval. Már az a barba. Miután Mátéval találkoztam fogasnál, elkezdtünk ketten kitekerni Kápolna fele, és azt találgattuk útközben, hogy az előző napi eső után mennyi lehettek csúszósak, illetve sarosak a pályák, és végül erre a konklúzióra jutottunk. Na szóval itt vagyunk Kápolna elején Mátéval. Az a taktika, hogy lemegyünk Kápolnán, és onnantól meglátjuk, hogy milyen a pálya, és annál rosszabb már nem lehet. Szóval, hogyha Kápolna király, akkor a többi pálya is király lesz. Ez egy nagy megfejtés volt. Hát elég. Na jó, Oping Green. Miután elindultunk Kápolna, egyszerűen azt vettem észre, hogy nem tudok felváltani a bringáról, hajtatlan volt kb. A bicikli, egyesbe tekertem végig. Végül megálltunk, megnéztük mi a baj. Gyors helyzet, váltom, az meghalt. Elszakadt a bof, de nem? Nem, eltörtem. Megint eltörtem. Vágod? Hol törted el? Mi? Hol törted el? Itt. Mi a picsa? Miután egyikünknél se volt imbusz, és nem tudtuk visszarakni a váltót a helyére, addig gondoltam Mátéről ölök pár szikshotot. Szerencsénkre közben találkoztunk egy jó haverommal, Szabival, akinél volt imbusz, és segített visszarakni a váltót a helyére. Majd utána hárman elindultunk a komment aljához. Innen meg már csak rájdulós videók. Akkor most ilyen betegú módba megyünk? Betegú módba megyünk? Nem, semmi extra. Ez az első köröm. Nekem is. Kaját? Persze. Ha baby, sen ani lately, skundi muj spam, evadai treti, sanat von drojn tomu numu koni njeti, fajos ti jam jam a jo vashi kejti, lejti shoqet që t'fujn si avnetis, shpejtit harojn si t'bojn frer për veti, mas leti ishkon mi dhon fun ma, para se me pas diçka ma shumë na. A po t'kujtonat kom shka këtu dhimbje tëng të kona, s'kom shka shpjegona, veç po sigurona që je mire dhe me njëherë po largona. Rrugve me shumë, komër shumë ftoftë dhe s'ka dashni. Eram rrej fërt, jetë shpejt s'tu hi, po ne pres me kulli. Apo njesh edhe ti vetën, sigur une i tretën. Tu e një fajtur vetën, që s'muna me ta ofru une ty. Jetën e ondra, veç digjeve t'arta, brigjeve t'kaltra, jo distancave t'larta. Plot dhimbje, lot. Az első kör nagyon pozitív volt, és nagyon jók voltak a pályák, és nagyon jókat tudtunk biciklizni. Úgyhogy utána egyből gurultunk is vissza a fogashoz, hogy menjünk fel egy újabb körre. Na szóval, most álltunk le a fogasról, megvolt az első kör, tele izgalmakkal. Például azt, hogy elhagytam a kesztyümet jegyből, úgyhogy király, remélem meg lesz azért. Második az, hogy a váltom az így kicsit szétesik. Harmadik az viszont, hogy rohadt jók a pályák. Máté így nagy baj suhant mellettem amúgy. Rohadt jók a pályák, király az idő, úgyhogy minden adott egy jó bringázáshoz. Let's go.
alternatív fénypontja. Contesta jelölti út, pacsizunk Szabiből, megyünk a pályára. Bassza meg! Jól vagy? Vigyázz, 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 vigyázz! Igazából ez csak egy egyszerű amatőr hiba volt. Nem kalkuláltam bele, hogy a kanyar az esetleg csúszósabb lehetett volna, mint a pálya többi része, és egyszerűen kifordult alulom a kerék. Brutálisan fájt, és ahogy egyből leérkeztem, tudtam, hogy eltörött a kulcsontom, hallottam, hogy a csontra roppan, és nem igazán volt a legeslegjobb érzés, pláne az, hogy a szezon eleje van, versenyek következtek volna, és most ezekből sajnos kimaradok. Nagyon köszönöm szépen minden egyes haveromnak, akik segített ott, iszonyúan hálás vagyok érte, és hogy segítettetek felkötni a kezemet, hogy mentőt hívtatok, hogy elvittétek a biciklimet, stb. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Történet vége az, hogy egy órával mentőautó hívása után megérkezett a mentőautó, beszálltunk, elmentem a Jánosba, megröngeneztek, kiderült, hogy eltörött a kulcsontom, és igazából itt a történet vége. Na, és itt vagyunk az esés után egy nappal, már kész Transformers-be öltöztem, itt van a felkötőm, itt van egy hátizsák. Rosszág ezt kell oldanom az elkövetkezendő 6 hétben. Plusz 2-3 hét rehab. Hát nehéz kimondani, de valószínűleg csak júliusban fogok visszatérni a hegyre biringával. Addig is megpróbálok valami kis rájdolgatós videót összecsapni a srácokkal, ahol én esetleg csak kameramán vagyok. És nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek ezt a videót. Ha gondoljátok, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok. Legyen szép napotok, jó rájdolást nektek. Kövő videóban, Tali. Csumi!